Sziasztok! Ez a Horizon Forbidden West történetének második része. Folytassuk Aloy kalandját a tiltott nyugaton. Ha esetleg nem láttad az első részt, a képernyő jobb felső sarkára kattintva megtalálod azt. Aloy a tiltott nyugat határánál egy felvonó használatával tud tovább jutni. A felvonót tilos volt használni, de egy kis győzködés után a kezelő beleegyezett, hogy leviszi Aloyt. Ereszkedés közben a kezelő elmeséli, hogy mostanában elég sok idegen gép jár erre. Aloy közölte, hogy csak átutazóban van, és a követségre jött. A követség nem áll össze egyhamar, a vezetésére kijelölt Karjapap miatt, mondta a kezelő Aloynak. Mikor leérkeztek, Aloy találkozott is a nappappal, aki nem volt nagyon segítőkész. Kötötte az ebet a karóhoz, hogy addig még nem lesz biztonságos a vidék, ő ugyan nem megy sehova. Erend, Aloy barátja és kísérője volt a nappapnak. Őt már elküldték, hogy tisztítsa meg az utat. Aloy utána ment, hogy segítsen neki, de Erend megsérült a harcban. Egyedül kellett megtisztítani az utat kopárfénybe, hogy megtarthassák a követséget. A követség célja általában élelem és fűszerek cseréje volt, de ez most egy különleges alkalom, mert a tenakok egy régebben elfogott katonát adnak vissza a béke megalapozásának jelképeként. Miután Aloy megtisztította az utat, és a Karja nappap is útnak indult a követség felé, Aloy beszélt a parancsnokkal kopárfénynél, hogy nyissák ki a kaput, hogy beszélhessen a tenakokkal. Addig még nem volt ott mindhárom tenak klán, a kaput nem nyitották ki. Aloy nem tudott addig várni, így heves vitába kezdett a parancsnokkal. A vitába Erend is beszállt, és közben Varl is utolérte Aloyt. Végül sikerült megtörni a parancsnokot, és kinyitotta a kaput Merida megmentőjének. Most már Varl is Aloyjal tartott, de sajnos Erend még mindig lábadozott, így ketten indultak el a követség helyszínére. Aloyt a követség eredeti célja nem érdekelte, hisz neki fontosabb dolga volt. Megkérte az egyik marsalt, hogy adjon neki egy engedélyt, hogy zavartalanul folytathassa az útját a tiltott nyugat földjein. Felsőv marsal egykor Karja katona volt, de a vörös portja idején a tenakok fogságba ejtették, de idővel befogadták, és a harci képességeinek köszönhetően marsal lehetett. A béke jelképeként visszatérhetett a népéhez, és a jövőben elősegítheti a béke fenntartását a Karjak és a tenakok között. Aloy elmondta, hogy mennyire fontos a továbbjutás, és ezt Fesh meg is értette, és engedélyt adott Aloynak az átkeléshez. Eközben megérkezik a hiányzó klán lobogója is. Fesh megkérte Aloyt, hogy maradjon a tárgyalás végéig. Épp hogy elkezdődhetett volna a béketárgyalás, egy lázadó tenok megzavarta azt. Regala, a lázadó tenokok vezére, gépeken lovagló embereivel rátámadt a delegáció tagjaira. Aloy szinte biztosan érezte, hogy ebben valahogy benne van Silence keze is. A tárgyaló felek tagjai közül a Karjakat mindegy szálig lemészárolták a lázadó tenak katonák. A tenak marsalok közül is majdnem mind oda veszett. Végül Aloynak sikerült visszaverni a lázadókat. Kihívta Regallát egy párbajra, de Regala visszautasította, és háborút hirdetett a tenakok vezére, Hekero ellen. A harcban Varl megsérült és visszatért a várba, hogy Erendel együtt felépülhessenek a sérüléseikből. Mivel az engedély megvolt, Aloy továbbment Silence nyomába. Silence műhelyét egy halott Horus titán alatt találta meg. A jegyzeteiből kiderült, hogy a titánról lerobbantott egy feldolgozó gömböt, hogy ebbe zárhassa Hades legyengült maradványát. Silence el tudta kezdeni Hades vallatását, aki különösen érzékeny volt a természetképekre, és ezzel a kis csellel kínozva szóra tudta bírni. Hades egy primitív alprogramja volt Gájának, de a kiírtó jeltől öntudatra ébredt, hogy népírtást hajthasson végre. Erre a jelre indult be Gája önmegsemmisítője is, de előtte az alprogramok szétszóródtak, és Aloyt is megteremtette Elizabeth génjei alapján. Hades elméjét a kihallgatás szétbomlasztotta, és így sok információ, amit már Silence megtudott, törlődött. Így sok megválaszolatlan kérdése maradt még Aloynak. Hades annyi információval tudott még szolgálni, hogy a nagyurak ébresztették fel őt, hogy elpusztítsa a földi életet. Végül Aloy végleg végzett Hadesszel. Ezután Silence holografikus kivetülése ismét megjelent és elárulta, hogy nem véletlenül vezette őt oda. Ez a hely volt Hades tesztlaborja, és minden egyes teszteléshez egy Gaia másolatot használtak.
Az ajtó mögött élőre várt egy Gaia másolat. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Hamarosan jön a következő rész. Komment szekcióban beszéljük ki a történteket. Legyen szép napotok, sziasztok!